Értesítés hívja fel a figyelmet az egyik szexuálitársas ház bejárati ajtaján a melegvízszolgáltatás 48 órás szünetelésére. A lakosok egy része azt mondta, 2 napot ki lehet így bírni. Szerintem mindenki megoldja. Hát van a villanytűzhely, nem? És akkor, hogyha valakinek kell melegvíz, akkor azon keresztül felemelíti a vizet. Én úgy gondolom. Kinizsi Józsefné is tolerálja, hogy csak hideg víz folyik a csapból, de valószínű nem tartózkodik majd otthonában ez idő alatt. Ha szükség úgy hozza, akkor muszáj, valamikor kell, hogy szereljenek. A szolgáltatás szünetelése különösen hőségriadó idején kellemetlenséget okoz több szexádi számára. Nyilván, hogy hiányzik. Nézze, az ember tusol, meleg van, naponta 2-szer legalább kellene tusolni, ugye, hát majd most valahogy nem tudom, hogy oldjuk meg, úgyhogy melegítünk vizet, azt lemosakodunk, mint régen. Csuklet Tibor, a szexádi távhőszolgáltató NKFT ügyvezető igazgatója azt mondja, azért szünetel a melegvíz szolgáltatás, mert a déli fűtőmű telephelyén nem lesz gáz. Elmondása szerint leállásra évtizedek óta nem volt példa. Ez azt jelenti, hogy miután nem tudunk melegvizet, forró vizet előállítani, tehát hogy azzal csináljuk a melegvizet, gyakorlatilag kazánokba gázzal fűtünk, így most szünetet kellett elrendelnünk. Itt a szexádi gázátadó állomáson zajló munka miatt nem lesz melegvíz. Több mint 5400 távfűtéses lakásban szexárdom. Ez megközelítőleg 15 000 embert érint. Az FGS földgázszolgáltató ZRT szóvívője azt mondja, karbantartási munkálatokat és hálózatfejlesztést végeznek a 48 órás leállás alatt. A kiesésről a lakosságot törvényi kötelezettségnek elegettéve időben tájékoztattuk. A zajló munkálatok a régió ellátás biztonságát szolgálják, ezért köszönjük a lakosság türelmét és megértését. Próbáltunk rákérdezni a földgázszolgáltató szóvívőjénél arra is, hogy pontosan milyen munkákat végeznek el, és hogy nem lehetett volna-e ezt éjszakára időzíteni, amikor kevesebben használják a melegvizet. Választ viszont nem kaptunk kérdéseinkre.